Kinek, megint itt vagyunk, Nimród a macsek és én. Mai kicsomagoló videónk sztárja egy Kata fotótáska, amit frissen kaptunk az üzletből. Próbáljuk meg valahogy kicsomagolni. Eddig is az őrületek kergettek ezek a nagy csomagolások. Na de legalább tisztán is szárazon tartják az árut a leszállítást. Tessék a macsek. Na és lássuk csak, hogy is néz ki a táska. Hát ezen több a szatt és a cipzár, mint így hirtelen bármi, amit eddig láttam. Jön még a dobozba a számla és garancia levél. Lássuk csak, van rá 5 év garancia. Tehát ahogy az látszik, ez egy DPS. Igen. Így jó. Igen, egy DPS széria, tehát egy digitális fotó. Digitális fényképezőgépnek készült táska. Ez egész pontosan a DR467-es. Lássuk csak, mit ír rajta. Zipzárak. Aha. Lássuk, mi fér bele. Hát azt írja, hogy egészen 17,7 incses laptopig bele lehet tenni. Lássuk. De adod egy kicsit az ollót. Közé. Lássuk, hogy akkor mit is tartalmaz. Van ugye bár elől. Kezdjük az elején. Van elől egy nagy zseb. Ez az, ahova a fényképezőgépet is bele lehet rakni. Vagy csak használatutasítások. Tehát ez az a rész, ahova bekerül. Ez így kifordítható, és ide tudjuk berakni a fényképezőgépet. Na csak, ide tették be, tehát ez itt egy esőkabát a hátizsáknak. Most inkább nem mondtam ki, mert utána nem tudom visszatenni. Lényeg az, hogy egy ilyen sárga esőkabáttal az egész hátizsákot be tudod vonni, ezért ha jobban esik, akkor nem ázik meg. Ahogy az látható, ezeket a zsebeket a Kata rendszerével, tehát tépőzárasak, mindegyiket be lehet állítani annak függvényében, hogy az objektívet vagy a fényképezőket akarjuk betenni. Például nagyon jól elfér benne egy Sony Alpha 200-as, ami mondjuk úgy standard a kezdő belépő szintű DSLR-ek között, és mellé még be lehet tenni 1-2-3 objektívet, valamint a töltőt is. Vagy két objektívet, egy vakut és egy töltőt. Hely az van bőven. Amennyiben máshol szeretnénk használni a táskát, ezt az egészet a zsebtépőzárokkal van rögzítve. Az egészet ki lehet venni, és külön köszi. És akkor ez külön tárolható a gép, és lehet használni magába a hátizsákot. Tehát ez a fényképezőgép rekesze. Emellett van egy nagy középső zipzár, ami nem tudom mennyire látszik, tehát ilyen kisebb tárgyakat lehet betenni, körülbelül idáig van a zseb. Emellett van még két pici zseb memóriakártyának, igazolványoknak, egyebeknek. Ez is kicsinek látszik, de mélységben egészen eljön körülbelül idáig. Emellett van egy nagyobb zseb, lehet lufizni. Igen, még több szilikon. Tehát van egy nagyobb zseb, ide tehetjük például a laptop töltőt, vagy egyéb dolgokat, amiket magunkkal viszünk a kirándulásra, vagy a fotózásra. Itt hátul vannak a helyek a jegyzetfüzetnek, különböző írószereknek, telefonnak,
és elérkeztünk az egyik legizgalmasabb részhez. Lássuk, mi is van hátul. Mondjuk a grafikon már elég sokat elárul, hogy vajon mi lehet a hátsó rész. Tehát ez az, ahova a laptopot lehet betenni. Egy első ránézésre én is elhiszem, hogy ebbe 17 szolós belefér. Nagyjából könyökig beleférek. Alul van egy ilyen kis szivacs, ami a behelyezett laptopot védi, ahogyha letesszük, akkor ne sérüljön. Lássuk egy 14 szoros Lenovo, hogy fér el benne. Simán elfér, még hely is maradt. Mi a baj? Macsék? Miau, miau. Nimrod szerint kicsit bőlére eresztem, úgyhogy röviden összefoglalom. Ennek nagyon jó vastag és erős párnázata van, elől is és hátul is. Pánt, izadásgátló rész, és oldalt még van egy kicsi zseb, ahova különböző tárgyakat tudunk behelyezni. Köszönjük, hogy most is bennünket néztetek, találkozunk legközelebb!